valójában én egy csomószor meggyőző tudok lenni nagyon sok helyzetben, és aztán van egy végső pont, ameddig ugye, ahogy szokták is mondani, hogy ízlésről nem vitatkozunk, hogy van egy bizonyos fal, amiben ütközöm nagyon sokszor, és akkor ez kiderül, hogy bizonyos értelemben egy ilyen kulturális beágyazottság, végső soron az ízlés. Az ízlés tulajdonképpen egy kognitív folyamat. Először is be kell jusson az inger, tehát az első fázis, ez egy érzékelési folyamat, ami a érzékszerveinken keresztül jut el az inger az agyunkhoz. A másik pedig egy kognitív kiértékelő folyamat, vagy fázis, ami tulajdonképpen azt feltételezi, hogy legyen már az agyunkban valamilyen információ, morzsa, emlék, úgymond referencia ahhoz, azzal kapcsolatban, amit látunk, hallunk, érzékelünk. Ennek meghatározója lehet az, hogy milyen társadalmi osztályból jövünk, milyen családból, apukánk Pilinszkivel mondjuk a konyhában franciául beszélgetette, vagy éppen milyen influencert hallgatunk. Bizony ezek a tudásmorzsák azok jelentősen feledésbe is merülhetnek, illetve új ingerek csak akkor tudnak átlépni bizonyos küszöböt, hogyha eléggé erősek. Ezt erősen ki is használja ugye a minket befolyásoló média. Fontos az is, hogyha nincsen elegendő tudásunk vagy referenciánk az új ingereknek a felvételéhez vagy kiértékeléséhez, akkor bizony az első reakciónk nagyon sokszor az elutasítás, a tagadás, vagy akár a minősítés lehet, hát hogy mit tudom én például egy ugandai pásztorzenét azt pusztán szarnak minősítünk, csak azért, mert még arról a témáról nem igazán van információnk. Úgyhogy ez a kognitív részével kapcsolatos ízlés folyamatának. A másik fontos tényező pedig, hogy vajon a személyiségünk mennyire nyitott vagy zárt-e, illetve mennyire van egy olyan attitűdünk, ami az új ingerekkel kapcsolatosan nyitott, illetve inkább zárt. Azt hiszem, hogy azt gondolom, hogy ezt is lehet befolyásolni, például neveléssel elképesztő módon lehet tehát az ízlésünket formálni, és ezért aztán az adásban az indulatok egy részével nagyon is egyet tudok érezni, egyet tudok rezegni, hiszen az ízlés befolyásolása a következő generációk ízlésének befolyásolása igenis a kezünkben van, azzal kapcsolatban, hogy mennyi információt adunk nekik át, illetve, hogy mennyire neveljük őket nyitottá, és úgy tűnik, hogy hát a jelenlegi magyar iskolarendszer ilyen szempontból nincsen sajnos a toppon. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Már csak pár nap, és érkezünk egy új vendéggel és új problémával. Iratkozzatok fel a csatornára, és kapcsoljátok be az értesítést. Hamarosan találkozunk, addig is a láma legyen veletek!